Édesanyja nyelvünk. Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. A szituáció a következő. Két régi jó barát beül egy belvárosi kiskocsmába, mondjuk úgy, lazulni. A második kör után, amikor már könnyebben jönnek a szavak, az alapigazságok is megérkeznek. A politika az politika, a férfi az férfi, a nő az nő, a harc az harc, a szeretet az szeretet. Persze ezekért a kifejezésekért nem kell presszóba menni, bárhol hallhatjuk, sőt, mi magunk is mondhatjuk azokat. A tautológia olyan állítás, amely a saját értelménél fogva igaz. A köznyelv szerint kétszer mondjuk ugyanazt. Sír Anitától, a Szegedi Tudományegyetem magyar nyelvészeti tanszékének egyetemi adjunktusától azt is szeretnénk megtudni, hogy a tautológia az terjengő szerkezet, felesleges minősítés vagy stílushiba. Esetleg mindhárom egyszerre? Vagy éppen egyik sem? Ezek aztán a kérdések, igaz, ami igaz. A riporter Társi István. Logikában vagy matematikában a mindig igaz állításokat tartjuk tautológiának. Most esik az eső, vagy nem esik az eső. Ha egy kifejezést és annak a tagadását vagyja a kötöm össze, akkor az mindig igaz lesz, mert a két eset közül valamelyik megtörténik. Ez a logikai tautológia. Vagy minden, vagy semmi, csak így akarom. Azért a hétköznapi nyelvhasználatban nem ez a gyakoribb, hanem az, amikor információérték nélküli, önismétlődő nyelvi alkatából adódóan mindig igaz állításokat teszünk össze, és azt mondjuk, hogy igaz, ami igaz. Ami igaz, az igaz, nem vitás, hogy a sorsod a tiéd. A férfiak férfiak, a háború háború, a nők nők. A nő nő nő, a nő nő. Tautológia pedig tautológia. Ezt miért mondjuk? Megszokásból, nem? Mert férfi, a nő, az meg nő. Így teremtette a Jóisten. De ezzel mit mondunk? Sokszor haragszunk a férfiakra. A férfi az férfi. Tehát, igen, hogy az úgyis ilyen marad. Férfiből van. A háború az háború. Hát nem? Igen. A politika, igen, az politika. Igen. Csak beszéljük, mondjuk. Szaporítjuk a szót. Igen. Látszólag nincs információ értéke, de mégis igaz az, amit mondok. Tehát ennél fontos az igazság érték, és azért lesz mindig igaz, mert vagy szükségszerűen igaz a kijelentés, mondjuk a mondatban lévő szó egyik jelentése befolyásolja, hogy igaz lesz, ha azt mondom, hogy ez az aglegény nem házas, vagy azt mondom, hogy nincsen kerek négyszög, ezek tautológikus, mindig igaz kijelentések, vagy minden fekete ló fekete. De a hétköznapi nyelvhasználatban azért nem ezt a jelenség körét használjuk a tautológiának, hanem azt, amikor ugyanazt a jelentést ismételjük. Ez azért lesz redundáns, mert elég lenne egyszer kimondanunk a jelentést. De mégis kimondjuk kétszer. Miért mondjuk ki? Miért fontos ez? Nyomatékosítani szeretnénk, hangsúlyozni a mondanivalónkat, amikor úgy fejezzük ki magunkat, hogy csak és kizárólag, de azonban, de viszont, ám bár, körülbelül mint egy, ugyanazt a szót mondom egy szinonímával. Hogyha azt mondjuk, hogy most jelenleg, vagy most, vagy jelenleg. Na, mind a kettő ugyanaz. Igen. Régiektől úgy ránk szállt. És akkor ön pedig továbbadja. Igen. Gyerekeik is mondják ezt. Szerintem biztos. Mondok egy szót, majd annak a rokonértelmű megfelelőjét utána teszem, ezáltal nyomatékosítani szeretném a mondani valómat. Úgyhogy ez lehet a tautológia használatának az egyik oka. Ez főleg a hétköznapi beszédben jelenik meg, vagy ez ott van mindenhol? A beszéd minden szinterén, írott formában is megjelenhet. Írott formában is megjelenhet. Talán a hétköznapokban, mintha nagyobb lenne a gyakorisága, mint más szövegtípusokban, de például a reklámok is élnek vele, és reklámokban pedig a meggyőzés és a manipuláció lehet a céljuk, mondjuk, amikor olyanokat hallunk gyógyszerreklámoknál, hogy gyomorégés és savtúltengés. Ugyanaz. Vagy azt mondják, hogy fájdalmas és kellemetlen tünet. Hát ez már, ha fájdalmas, akkor már persze, hogy kellemetlen is. A fájdalmas és kellemetlen egymásnak a szinonimái. Mégis azért használjuk őket, mert ezáltal szeretnénk nyomatékosítani pont azt a negativitást, azt a kellemetlenséget. Vagy kényelmetlen és költséges a bankszámlája? Kérdésnél is a kényelmetlen és a költséges tág értelemben egymás szinonimái. Mégis nem fölöslegesek a reklámozó szemszögéből nézve, hiszen a figyelemfelhívás, a nyomatékosítás, a megjegyezhetőség és a jó hangzás is lehet a funkciójuk. Nyelvművelő műsorunkkal holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is, viszont hallásra!